táblát tegyük meg átlátra. Sziasztok! Sándor, József, Benedek, most nincs. Frissen, ropogósan érkeztetek, gondolom, rengeteget aludtatok az esti parti után. Gyorsan, pár mondatban, milyen volt, hogy éreztétek magatokat? Nagyon jó, nagyon jó. Majd Józsi elmondja, hogy hányan voltunk, hányan hiányoztak, hányan nem hiányoztak, de egyébként szenzációs volt. Főleg tehát a GLT-nek, amit rendezett a cég, félelmetesen kitett magáért. Tehát egy sivatag közepén a semmibe felépítettek egy világcsodát, úgyhogy de az egész jó volt. Nekem tetszett a Rolf Kipcsekje, a Mikié is, de az a másfél millió az úgy jó volt. Józsi, mesélj meg! Annyit még, Sándor, hogy azért, hogy benne vagyunk a hatodik, tehát a 10 legnagyobb csekben, ez az ország képviselője, Berkis Miki, azért az nem kis dolog. Hát nem, persze. Az ország meg a 7. legnagyobb forgalmú a világon, gyerekeket, az nagyon durva. Lélekszámhoz tekintve azért én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon csodálatos eredmény, tehát szerintem mindenki azért simogassa meg a vállát azért, mert 7. lett. Ellenben van egy-két dolog, ami miatt nem igazán simogatnám, mert én ott a helyszínen simogattam volna meg mindenkinek a vállát, mert ha jól emlékszem, Stockholmban olyan 1000+ voltunk, hát itt azt kell mondjam, hogy számokat nem mondok, de elég híja volt ennek a dolognak, úgyhogy drága barátaim, az a véleményem, hogy nem is tudom, hogy mi ami fontosabb. Az a fontosabb, hogy itt legyél, és egy ilyen feltöltődés után egy évig legyen benned energia, életenergia, és tud csinálni ezt az üzletet, de hogy nem jöttél el. Szerintem hátrányos helyzetben vagy, ez biztos. Főleg azoktól az élményektől, amiket kaptunk ettől a pár naptól, hiszen oda mentünk, hát az a kezdődött, hogy 250 kilométert úgy mentünk, hogy jobbról-balról semmit nem láttam, csak homokot, és egyszer csak megérkeztünk egy fantasztikus oázisba, amit emberi kéz megálmodott és létrehozott. És azt mondtam, hogy ilyen nincs. És víz volt, és minden volt, és ott voltunk 3 napig kényeztetve teljes luxusban és pazarságban. Aztán utána átmentünk Abu Dhabiba, visszajöttünk a 250 kilométeres kis túráról, és Abu Dhabiba pedig a Yas Islanden voltunk, egy csodálatos öbölben, egy szigeten tulajdonképpen, ahol ugye kapásból azzal kezdték, hogy kaptunk 3 belépőjegyet, egyet a Ferrari-ba. A Ferrari-nak van ott egy csodálatos komplexuma, egy élmény, de hát azt látni kell, azt hiába mondom én, érted, ha nem vagy ott, ha nem látod, akkor nem tudod átélni egyszerűen azt, amit mi ott éreztünk. Aztán van egy, megint újra gyerek tudsz lenni, tehát akkor az álmaidat megint elő tudod venni, hát itt álomgyártó kisipar van, vagy nagyipar, mert a Werner, hogy hívják? Werner Bros-ba voltunk. Matyi is tudna beszélni róla. Még én is felültem. Én Matyival voltam több esetben, érted, egy-egy ilyen, és semmi különbség nem volt köztünk, meg kell, hogy mondjam, azon a 60 vagy 50 valány éven kívül semmi különbség nem volt köztünk, mert én ugyanúgy élveztem ezt az egészet, és egy csodálatos élmény volt az a nap. Aztán kiderült, hogy oda mentünk vissza Foreverrel is az utolsó este, ott volt egy óriási nagy parti csapva, hát nagyon kellemes érzés volt. Azt gondolom, hogy akkor azt is mondjuk el, Józsi, gyere ide Sándor mellé, hogy egy kicsit akik most hiányoztak, azok tudnak javítani, mert pillanatokon belül eljön a 25. születésnapi buli, amit most már akkor nem online kéne nézni. Igen, és hát aki csak tudtunk, elhívtunk, tehát ezt még nem is tudja senki Magyarországon, ezt ti fogjátok, Tomi, beharangozni, hogy például a Halit is elhívtuk, és bemutatja az új terméket Magyarországon, a Detox 4-et, és tart róla egy workshopot, tehát gyertek mindenképpen, akinek még nincs jegye, nagyon gyorsan vegyétek meg, és több országigazgató érkezik, hát mindenki, aki
meg tudtunk győzni, hogy Magyarországot nem lehet kihagyni, de mondta, hogy fognak jönni. Valamikor eljönnek mindenképpen. És hát a véleményem az tulajdonképpen az, hogy Isten igazából, amikor elkezdtük, és amikor te elkezdted ezt az üzletet, emlékezz vissza rá, te a hitedből kezdtél el táplálkozni, és nem a pénztárcádból. Azt kell, hogy mondjam neked, hogy érezned kell a logikáját ennek az üzletnek. Tehát amikor te álmokat meg tudsz magadban teremteni, amikor létre tudsz hozni magadban egy olyan vágyat, hogy az működjön benned, az követően a tetteid eredményeként megjelenik majd a pénz is, érted? De fordítva nem. És azt kell mondjam, hogy drága barátom, jövőre Balira megyünk. Voltam már, vagy kétszer Balin. Figyeljetek ide, nagyon-nagyon jó hely. Óriási nagy vétek lenne, ha nem lennél ott. Érted? Óriási nagy vétek. Hidd el nekem, hogy neked kell tankolnod, és ha fel vagy tankolva, akkor nincs az a fal, amin át ne tudjál menni. Tehát ez kell, hogy megérts, hogy ott a helyed. Én megint beléptem az üzletbe, pedig már 27 éve itt vagyok. Tehát a lelkesedés, azt meg kell szerezni. Úgyhogy azt kívánom, hogy gyere velünk Balira, ha már ide nem sikerült. Biztos vagyok benne, hogy egy-két élmény beszámolón keresztül tetszeni fog ez neked. Még mielőtt Balira jönnél, pedig feltétlenül Cancunba, hiszen ősszel Eagle-t fogunk ünnepelni, úgyhogy még hajtsatok, csináljuk mindent. Tehát, és hát rengeteg könnyítés van a programokon, láttátok az Eagle-ön, a Chairman's bónuszon és mindenen, szóval igen. gyertek, és mindenként... Nagyon hát már vannak. Könnyítéseket, a pandémia nehézségeket hozott az üzletünkbe, de a Forever ez kompenzálja, mert rengeteg olyan könnyítés kapunk, amitől hamarabb sikeres tudsz lenni, mint eddig voltál. Hidd el nekem, a cég kompenzál, a cég tudja, hogy mit kell lépni ahhoz, hogy te újra lendületet szerezzél. Gyertek Velencére, szíve! Velencé így van! Sziasztok!